Ja igen, a kormányzó. Úgy gondolom, hogy eleget várattam. Buenos dias, Mr. Duncan Walpole kívánja látni a kormányzó urat, Angliából. Vár engem, ha jól tudom. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Jó reggelt, uram! Vajon messze járok az igazságtól, hogyha Mr. Duncan Walpole-nak vélem önt? A legkevésbé sem. Magam is ezt reméltem. Woods Rogers vagyok. Örvendek. Szint úgy. Azt kell mondjam, hogy a feleségem nem valami jó megfigyelő. Parancsol? A feleségem. Találkozott vele Londonban egy évvel ezelőtt, Perciék maszkabája. Hogy úgy? Azt találta mondani, hogy maga ördög ilyen jóképű. Szerintem csak azért, hogy féltékenyét tegyen. Julian, a díszvendégünk, Mr. Duncan Walpole megérkezett. Hey, remélem, hogy tiszta szándékkal állt mellénk. Örvendek, Mr. Julian de Cassé. Nem szeretem az asszaszinokat, de egyébként a hazugokat még jobban nem. Nem azért vagyok itt, hogy csalódást okozzak. Mit szólna egy kis gyakorláshoz, Duncan? Addig is, amíg az öreg sort kerít ránk. Duncan, hol vannak a csuklópengéi? Még sohasem találkoztam egy ilyen rosszul felszerelt asszaszinnal. Megrongálódtak sajnos. Javíthatatlanul. Válasszon. Hol találta ezeket? Nem találtam. Elvettem. Aféle szuvenírok. Érti? Torres nagymester, Mr. Duncan Walpole megérkezett. Na igen. Egy héttel korábbra vártuk. Bocsásson meg, kormányzó úr. Harcba keveredtem a kalózokkal. Elsüllyedt a hajóm. Csak tegnap érkeztem. Sajnálattal hallom. Bocsásson meg egyenességemért. De sikerült megszerezni a kalózoktól, amit nekem ígért? Igen, uram. Megszereztem. Maravilloso. Az asszaszinok hatékonyabbak, mint gondoltam, de nem eléggé, hogy minket megállítsanak. Üdvözlöm, Mr. Duncan, örülök, hogy megismerhetem. Jöjjenek, uraim! Sok még a dolgunk, sok a megbeszélni való. Összegyűltünk végre, és milyen gyönyörű társaság! Anglia, francia és spanyolhon, az összes lehangoló és hanyatló birodalom képviseli önmagát körünkben. Most már mindannyian templomosok, a világi hatalom valódi és egyedüli jogosult birtokosai. Emeljék fel a kezüket, kérem. Véssék az eszükbe. Soha ne veszítsék szem elől a célt. Urrá kell lenniük a kicsinyes gyarlóságon, hogy szívük meglássa a valót. Meg kell mutatniuk a lelki szegényeknek a józan és a tiszta ész erejét. A megértés atyának fényessége nevében ideje munkához látnunk. Hála Duncannek és az általa szerzett tudásnak, amit átadott. Nem kell sokáig az asszaszinok miatt aggódnunk. Holnap, uraim, a saját szemükkel fogják látni a jövendőmondót, és mindent meg fognak érteni. Addig is, egészségünkre! Keressük meg együtt az obszervatóriumokat, hatalma trónokat dönt majd meg,
Engedelmességre szólítja az egyházat, a világ szíve és lelke pedig miénk lesz. Pihenje ki magát, Duncan. A kincses flotta holnap érkezik a jutalmával. Miután készhez kapja, átbeszéljük a további teendőket. Már alig várom. Gyönyörű! Holnap kora reggel várom a rakparton. Torres kormányzó kéri, holnap reggel legyen a dokoknál. Castillo mellett.